80 éves a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. A kerekévfordulót ünneplő rádiózenekar meghatározó szereplője a magyar és a nemzetközi zenei életnek. A születésnapra nagyszabású koncerttel készülnek, december 19-én, azaz jövő kedden, a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A koncertet az M5 Kulturális Csatorna és a Bartók Rádió is élőben közvetíti. Már is jönnek a részletek Kis Gábor Istvántól és vendégeitől. Köszönjük szépen, két vendégem a stúdióban, László Ferenc kultúrtörténész, a Muzsika hullám hosszán című kötet szerzője, egyik társszerzője. Jó napot kívánok, jó reggelt. És Devics Márton kollégám, a Bartók Rádió csatorna igazgatója, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek ügyvezetője. Jó reggelt kívánok. És hát itt van mellettünk ez a kötet, amelyet hoztak magukkal. Ez a 80 év, hát ez talán még súlyra is, mi a hihetetlen történelem, sztorik, képek, volt szerencsém belelapozni, tehát nem csak egy ilyen kultúrtörténeti leírás, hanem több annál. Sokféle kihívást jelentett ennek a könyvnek a megalkotása. Egyrészt elő kellett adni a rádiózenekarnak az intézmény történetét, másrészt megkísérelhettük Marcival együtt fölidézni azt, hogy milyen lehetett a rádiózenekarnak a belső élete, mert hogy szerencsére vannak olyan források, mint egy zenekari napló, amelyek nem csak azt rögzítik, hogy adott esetben milyen koncertek, milyen felvételek zajlottak, hanem azt is, hogy milyen volt a zenekarnak a belső élete. Ráadásul ebből az is kiderül, hogy az adott zenekarnak milyen volt karmesterekről, művészekről, adott esetben egy turnéról a belső értékítélete, és ráadásul megkísérelhettük azt is, hogy elhelyezzük a rádiózenekar történetét abban a nagy egészben, ami a magyar történelem a 20. században vagy az ezredfordulón. És ráadásul az is egy nagy kihívása volt ennek a könyvnek, hogy bemutassuk, hogy a rádiózenekar a szimfonikus együttesek sorában is egy különleges intézmény, aminek sokkal nagyobb a repertoárja, sokkal több kortárzenét játszik, sokkal több művésszel találkozik, és sokkal nagyobb a mikrofon és felvételi rutinja, még mind a mai napig, hiszen sokkal többet találkozik ezzel a jelenséggel, vagyis hogy egy egészen különleges intézmény egy rádiózenekar. Tehát magyarul, hogy ők a rádiózenekar egésze, a zenészek, az ügyvezetők, hogy hozzászoknak ahhoz, hogy tulajdonképpen a próbák is egy olyan környezetben történnek, ahol minden rögzíthető. Ugye? Tehát ezt mondja ön, hogy egy mikrofon gyakorlat. Nem is csak minden rögzíthető, hanem mindent rögzítenek is, hiszen annyi felvétele, amennyi a rádiózenekarnak van, egyetlen magyar szimfonikus együttesnek sincs ebben a 80 évben. Mi volt a legkedvesebb feladat ebben a kötetben, amivel készültetek, amivel foglalkoztál, egy kép esetleg, ami meglepet, hiszen ahogy hallottuk vendégünktől, hogy itt azért tényleg többet látunk, mint egy előadáslista. Hát nagyon élveztem Ferinek a szövegét, mert nagyon sokat foglalkoztam korábban is a rádiózenekarral, de tényleg annyira jó képet nyújt az egész történetről, és a leglényeget tudta megragadni, nagyon szórakoztató módon. Másrészt valóban a képeknek a válogatása az óriási élményt jelentett. Magam is jártam művészeknél, akik korábban a zenekarban dolgoztak, például Geiger Györgynél, akinek hát olyan fotóarchívuma van, hogy elképesztő, vagy például Fodor Ildikó volt segítségemre, a zenekar hegedű művésze, akinek édesapja és édesanyja is a zenekarban muzsikált, és tőle is kaptam fotókat, és ahogy ezeket a fotókat megkaptam, hát egész különleges fotók is vannak, például van a könyvben egy fotó az egészen fiatal Kocsis Zoltánról és Ránki Dezsőről, ahogy a repülőtéren a váróban készülnek a turnéra a rádiózenekarral. Tehát rengeteg ilyen érdekes, vagy repülőgépes fotók, vagy vonatban készült fotók, vagy egy szünetben, amikor az autóbusz megáll valahol Amerikában, a pusztában, és akkor ott elkezdenek focizni a művészek. Tehát, hogy nagyon sok kedves és szép fotó van ebben a könyvben. A turnét most már sokatszor emlegetik. A mindig része volt a szimfonikus zenekarnak a turné. Ugye már a kezdetek kezdetén, az első évtizedekben fel tudtuk jegyezni, hogy így van, az 1950-es évek első felében megindult először kelet felé, ugye Lengyelországban Igen. volt az első külföldi túra, de az 1950-es évek végétől megindul egy nagyon intenzív nyugati jelenlét. Ennek részeként a rádiózenekar volt az első olyan magyar együttes, amelyik eljutott az Egyesült Államokba. Ráadásul nem is csak egyszer,
hanem több nagy amerikai túrát teljesített a rádiózenekar, ami hihetetlenül vonzóvá tette a rádiózenekart a magyar muzsikusok számára, hiszen nagyon sokat lehetett utazni a rádiózenekar zenészeként, ráadásul hihetetlen módon bevitte a rádiózenekart a nemzetközi zenei életnek a köztudatába, a közismertségébe, és egyúttal a rangját is nagyon megemelte. Mindig volt valaki, aki a nevével, mint egy pecsétként jelent meg a minőség képviseletében ez alatt a 80 év alatt. Talán érdemes néhány nevet említenünk. Úgyne, a rádiózenekarnak több nagy zenekarnevelő karmestere volt, ilyen volt Ferencsik János, ilyen volt Somogyi László, Lehel György, aztán az ezeret fordulótáján Vásári Tamás, és hát ne hagyjuk ki Fischer Ádámot sem, aki ugyancsak ugye a budapesti Wagner napok révén egy fontos irányítója volt az együttesnek, de azért azt is fontos elmondani, hogy a rádiózenekar az maga egy karmester nevelő zenekar, rengeteg karmester tanulta meg a repertoárt és egyáltalán a zenekar kezelését a rádiózenekarral. Na egyikük például Vásári Tamás, aki jövő héten ott lesz ezen a koncerten, mert hát hogy máshogy lehetne ezt a 80 évet megünnepelni? Az eseményről beszéljünk egy kicsit. Igen, hát olyan műsort akartunk összeállítani, ami úgy sokat megmutat belőlünk, és ugyanakkor nagyon szép és reprezentatív, úgyhogy három karmesterünk, Vásári Tamás, Kovács János és Ricardo Fritza is dirigál ezen a hangversenyen, és hát Liszt léprelügye szólal meg, amely egyébként megszólalt annó a Dohnányi alapította rádiózenekar első hangversenyén, 43. októberében. Aztán Mendelssohn 42. Zsoltára hangzik el, ahol az énekkart is meg tudjuk mutatni, és Kovács János dirigálja, és a szünet után pedig Ricardo Fritza dirigálja Richard Strauss Hősi életét, amely meg azért is egy jó választás szerintem, mert ugye nagy apparátus, és minél több csillogást és több zenészünket meg tudjuk mutatni a pódiumon. No, hát számtalan izgalmas történetet ismerhettünk meg most is, meg akkor is, ha majd ezt a kötetet kézbe vesszük, erről beszélgettünk vendégeinkkel, László Ferenc kultúrtörténésszel és Devics Mártonnal, a Bartók Rádió csatorna igazgatójával. Köszönöm szépen. Köszönjük.